Azért beszélgetünk így a savasításról, meg a lugosításról, mert ahogy így az ember könyvekben olvas utána, meg figyeli a különböző alternatív gyógyító eljárásokat, meg betegségeket, mindig vannak divat hullámok. És a savasság-lugosság témaköre, mindenki el van savasodva, és mindenkinek minden bánata és baja az elsavasodás miatt van, ez is ebbe a témakörbe tartozik. Napi rutin szempontjából, amit nagyon könnyen és gyorsan meg lehet határozni szinte bármelyik osztályon, az a vérnek a pH értéke. Erről azt kell tudni, és ez tényleg szorosan tartozik a savasság-lugosság témaköréhez, hogy a vérnek a pH-ja az nagyon szigorúan szabályozott. Tehát egy nagyon szűk tartományon belül kell maradni a vér pH értékének ahhoz, hogy az ember teljesen egészséges legyen és ne legyen komoly problémája. Azzal, hogy azt mondom, hogy valakinek a szervezete el van savasodva, egy olyan dolgot állítok, ami nem mérhető. Ugyanis ha a vérnek a pH-ját megnézzük, akkor ez is a lugos, a 7,32-33, 7,44 között kell, hogy legyen, mert ha nem, akkor az illetőt intenzív osztályra viszik, és ott komoly ellátásban kell, hogy részesüljön. És nagyon súlyos betegségeknél, késői stádiumú cukorbetegség, amikor ugye feltételezhetnénk, hogy el van savasodva az illetőnek a szervezete, akkor is a vérnek a pH-ja ezen a tartományon belül van. Ugyan lehet mérni a szájüregnek a pH-ját, ugyan lehet mérni a vizeletnek a pH-ját, de ezekre az a jellemző, hogy nagyon-nagyon tág határok között mozoghat. Ugye a szájüregnek a pH-ját befolyásolja az, hogy ki, mikor, mit evett utoljára, mennyit beszélt előtte, mennyi folyadékot fogyasztott. A vizeletnek a pH-jára ugyanez vonatkozik, hogy nagyon-nagyon tág, az extrém savastól az extrém rugos tartományig terjedhet. Természetesen függ attól, hogy mit mérek, hogy az illető mennyi folyadékot fogyasztott, mennyi volt ugye a kiválasztott vizeletnek a mennyisége. Vizelet méricskélésének még ebből a szempontból sincs túl sok értelme. Csodát nem szabad várni tőle. Azt meg egyáltalán nem szabad gondolni, hogy minden betegség mögött, minden probléma mögött az a probléma, hogy el van savasodva a szervezete az illetőnek. Tehát ez ebben a formában nem lesz igaz.